Városnapi rendezvények keretében mutatták be Zomborban Predrag Jakšić rendező filmjét, a Visszatérést, amelyben az amerikai indián filmekből ismert itteni származású Lazar Rockwood, vagyis Lazar Raic, valamint úgy szintén az óceánon túlról Nick Mancuso, Michael Paré és John Savage, továbbá a hazai hírességek közül Dubravka Mijatović, Vesna Stanojević, Miodrag Mandić és Rása Bukvic szerepel. Szerintem a film valóban jó és érdekes. Némiképp eltér a Szerbiában készülő filmektől, de éppen az volt a célunk, hogy megmutassuk, másként is lehet mozit csinálni. Szorgalmaztam, hogy Vajdaságban, Zomborban legyen a forgatás. Talán önző vagyok, de azt szerettem volna megvalósítani, amit 100 évvel ezelőtt egy zombori megálmodott. Erre az évre lesz még egy nagy meglepetésem, ami a várost felrázhatja. Nem kétséges, az itteni születésű, nemzetközi hírű színész Bosnyák Ernőre utalt, aki a múlt századfordulón szülővárosában, Zomborban álmodta meg az európai Hollywoodot. Ha ez az álom nem is válhat teljesen valóra, de úgy néz ki, a filmművészet nagykapun tér vissza a Dunamenti városkába, ugyanis John Savage filmfesztivál rendezésére vonatkozó kezdeményezési megállapodást írt alá Dusanka Golubovics polgármesterrel.